Menzel a két rendkívül gyors William Fondával az első sorból elhúzott, és mindjárt karambol a szélegyenes végében. Nézzük még egyszer az ismétlést, mi is történik. Már is előznek, de semmi köze az előzéshez. Egy defekt lehet az, Jonathan Palmer autója, visszalövik a rajtot, úgy látom. Igen, Jonathan Palmer autóját látjuk, a versenyt leintették, és most kicsúszik, kifordul. Hát remélhetőleg kapunk majd értesítést arról, hogy a valóságban mi is történt, és miközben a többiek menekülnek, igyekeznek elkerülni az ütközést, Ginzani autóját szinte kitolják az ellenkező oldalra. Az első sorból a két Honda, mögüle Berger és Buzen, őt látjuk most a képen, őket látjuk most a képen. Rajt! Menzel beragadt a rajtnál, újabb bajok, újabb ütközés, óriási kavarodás, óriási tömegbukás, majdnem minden autó megáll. Nigel Menzel autója nem indult el, eléggé föltartotta az egész társaságot. Újra a 26-os Ligier, újra a Tirellek, ők voltak itt hátul, és az olasz Iván Capelli szállt ki most ebből a zöld autóból. Itt is látszik a képen, hogy Nigel Menzel lemarad, nem tud valami miatt elindulni. Itt ez a fehér-sárga autó a jobb szélen, az övé. A mezőny pedig rohan előre, és nem tudják kikerülni. Nem tudják kikerülni, illetve kerülés közben egymásnak szorítják a versenyzőket, és itt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autó ütközik. Nem is emlékszem most hirtelenében, pedig 13-14 év emlékeiből válogathatok, hogy ilyen méretű bukás mikor is fordult elő. Annak ellenére, hogy szerencsére a sebességek nem voltak még nagyok, és súlyos sérülésre gondolom nem kell számítanunk, legalábbis nagyon remélem, hogy nem kell arra számítanunk. Michele Alboreto jön be a boxba. Michele Alboreto jön be a boxba, a kényszerpihenő őt is, illetve az ő autóját is megviselte. A Ferrarin kell alakítani valamit, talán még ő is el tud rajtolni. Nézzék a Ferrari csapatot, amint körbeállják, közben a mezőny már fölsorakozott a rajthelyen. A box kijáratánál már 4 autó, és most Alboreto is odarohan, odaér még. Tehát a mezőnyből egy csoport, egy egészen nagy csoport most teljesen szokatlan módon, de szabályszerűen a boxból fog rajtolni. Menzel ismét lemarad. Nigel Menzel ismét lemarad a rajtnál, tehát továbbra is fönnáll autójával az a probléma, ami az előző rajtnál fönnáll. Most indulnak el a boxból rajtolt 5 autó. Hallatlan izgalmak ennél a rajtnál is. Nigel Menzel autójában ugyanaz történt, mint a második rajtnál, amikor a bukást okozta.